Hát szerintem ez így a természetnek az ereje. Ez egy olyan dolog, amit azt hiszünk, hogy kontrollálunk, de akkor jön egy ilyen nagyobb eső, és akkor látjuk, hogy amúgy minden dőlborul. Engem vonz. Nekem, én szépnek tartom ezt az egészet. Amúgy is szeretjük a Dunát egyrészt, meg nekem személyesen tetszik, hogy megnézhetjük az anyatermészet pusztító erejét. Szoktál így konkrétan mondjuk szorongani emiatt, hogy milyen lesz a jövő? Igen, és így nem értem, hogy mások miért nem szoronganak miatt, szóval egyébként igen. Nem mondom, hogy a mindennapok szintjén megbénít, de amikor mondjuk tudom, szabadnapos vagyok, és sok időm van azon merengeni, hogy úristen, mit hoz a holnap, akkor igen. Ez a része szép, a másik része, hogy ugye házakat elmosott, és volt egy-két dolog, az már nem, de látványra, ahol állok, ez így gyönyörű. Igazából mindenki kíváncsiskodik. Én is, hát ezért jöttem ki, és tehát ott is áll nagyon sok ember. Meg hát összehozza az embereket, én is baráti körrel jöttem ki, így élvezhető, de akár így egyedül leülni és nézelődni is jó lenne. Sokkal többen vagyunk, mint amikor nincsen semmi baj. Tehát, hogy az oroszlán vagy gyönyörködünk, ami egy félelmetes, egy jeges medvében. Tehát szeretjük azokat a dolgokat, amik veszélyesek. Én egy ilyen nagyobb panyán nőttem föl, én ugye nagyon sok minden a időjárástól függ nálunk, és amúgy én nagyon, nagyon szeretem azt, hogy ilyen kiszámíthatatlan az időjárás, mert ebben szerintem van egy ilyen nagyon, nagyon nagy szépség, hogy ez azért nem egy olyan dolog, amit szerintem bármikor is a elkövetkezendő évszázadokban, ezredekben az embernek tudnia kéne befolyásolnia. Ez még ijesztőbb, hogy emberek úgy fotózkodnak vele, hogy ilyen kis vakus selfie, hogy juhú, kezdben meg itt mindjárt, nem tudom, megfulladsz. Nyilván nem, de hogy szerintem morbid ezt ilyen viccesen kezelni. Azon töprengtem, hogy tudnék a legkifejezőbb, meg leglátványosabb fényképet csinálni. Mindig, tehát nem tudok csak úgy van volni. Valahogy már akartam mutatni a vidéki ismerősöknek. Megnézzük az egész bolygónak a történelmét, azért mindig voltak ilyen helyek, ahol mindig elsarkasodott az időjárás, és mindig voltak ilyen nagyon nagy változások. Ez volt számomra eddig a legmelegebb nyár. Lassan már élhetetlen egyébként, de hát alkalmazkodnom kell. Na, ha a jövőről gondolkozom, ott rendesen szorongok. Nem tudom, mi lesz itt, úgy a világon, meg Magyarországon. Remélem, hogy kicsit jobb lesz a helyzet, vagy lesz változás. De szerintem is majd így az emberiség azért kicsit megpróbál alkalmazkodni ehhez a helyzethez, de hát tényleg észre kéne venni, hogy itt már változásra van szükség, és nem felvárról venni a dolgokat, mert ez így elég ijesztő. Talán az alkalmazkodó képességünkben bízom, hogy nyilván idomulunk, feltaláljuk magunkat. Tavaly nyáron ettem például tücsköt, szóval, hogy így van remény, nem volt rossz, nem tudom. Mit gondol, milyen jövő vár rá? Tragikus. Mikor a cím, hogy elszabadul? Szabadul a vérem, érzem, ha este kép szakad a filmen. Nem figyeli senki a léptem, ez az éjszaka engem vár. Elszórom az összes pénzem, megengedem, amit rég nem. Végre az otthont lecserélem, ez az éjszaka engem vár.